Köszöntöm Önöket, Sebes György vagyok a hírekkel, ez a heti tévé híradója. A jövő hét végénél előbb biztos, hogy nem enyhítenek a szigorú korlátozásokon Budapesten. A miniszterelnök szerint erre akkor nyílhat lehetőség, ha a fővárosban is csökken a koronavírus miatti halálozási arány. Orbán Viktor arra hivatkozott, hogy az orvosok és a virológusok mértéktartásra és fokozatosságra figyelmeztetnek, noha ő személy szerint sürgetné az élet újraindítását. Nagyra értékelte a pedagógusok és a szülők helytállását, és azt mondta, egyelőre nem látszanak az iskolák újraindításának feltételei. A kormányfő arról is beszélt, fontosnak tartotta, hogy személyesen irányítsa a járvány elleni védekezést. Úgy fogalmazott, bizonyítania kellett, hogy a magyar állam hűséges polgáraihoz. A budapesti főpolgármester számon kérte a kormányon a megígért, de szerinte elmaradt együttműködést. A miniszterelnökséget vezető miniszter erre azt válaszolta, készek tárgyalni, ha a Karácsony Gergely egyértelművé teszi álláspontját. Mindez azt tükrözi, hogy a veszélyhelyzet közepette tovább romlottak a vitázók kapcsolatai. A főpolgármester ugyanis levélben kérte a miniszterelnököt, az önkormányzatok bevonásával hozza meg a budapestieket érintő döntéseket, és azokról szavai szerint nem megtévesztő tájékoztatást adjon. Gulyás Gergely erre azt kifogásolta, hogy Karácsony folyton változtatja véleményét. A városvezető viszont azzal vágott vissza, hogy a kormány a vészhelyzetre kapott korlátlan felhatalmazás ellenére őt tartja felelősnek minden problémáért. Holnaptól újabb tárgyak írásbeli vizsgáival folytatódik az idei érettségi. A héten több mint 80 ezer diák eddig 5 tantárgyból írt dolgozatot rendkívüli biztonsági intézkedések közepette. Gulyás Gergely kijelentette, nem volt igazuk azoknak, akik pánikszerű félelmet terjesztettek az érettségi megtartása miatt. A miniszter köszönetet mondott a tanároknak, a diákoknak és a szülőknek, továbbá mindenkinek, aki részt vett a vizsgák lebonyolításában. Úgy fogalmazott, idézem, a nehezén túl vagyunk. Gulyás azt is közölte, a kormány egy nappal tovább sem szeretné fenntartani a vészhelyzetet, mint indokolt lenne. Lengyelországban ma elmarad az elnökválasztás, amelyet hatalmas vita előzött meg. Néhány héten belül viszont megtartatják, mégpedig a koronavírus járvány miatt úgy, hogy mindenki levélben szavazhat. Mindezt a parlament alsóházának döntése teszi lehetővé, amellyel elutasították az ellenzéki többségű szenátus korábbi határozatát. Ez tiltotta volna a levélszavazást. A Szejmben többségben lévő Jog és Igazságosság frakció mielőbb le akarta volna bonyolítani a voksolást, de a járvány ezt megakadályozta. A választás főesélyese a jelenlegi államfő Andrzej Duda, akinek mandátuma augusztus 6-án jár le. Nem sokára Szerbiában is urnákhoz szólítják a polgárokat. Június 21-én tartják meg a járvány miatt két hete elmaradt önkormányzati, hajdasági, tartományi és országos parlamenti választásokat. Alekszandar Vučić államfő azt is közölte, májusban még nem lehet pártrendezvényeket szervezni, júniusban azonban várhatóan már teljes erővel folyhat a kampány. A parlament a héten feloldotta a március 15-én kihirdetett szükségállapotot. Ez azt jelentette, hogy 52 napig éjszakai és hétvégi kijárási tilalom volt érvényben. Mint közölték, több elővigyázatossági intézkedés még hatályos marad. A választás eddig 9 párt állított listát, de várhatóan a jelenleg is kormányzó szerb haladó párt szerezheti meg ismét a legtöbb szavazatot. Ausztriában már le is zárult egy szavazás. Ezen a szociáldemokrata párt tagjai vettek részt, és megerősítették elnöki tisztségében Pamela Rendi Wagnert. A mozgalom 158 ezer tagját elektronikusan, illetve levélben keresték meg, miután az elnök maga kérte a bizalmi szavazást. Pártja ugyanis gyengén szerepelt a tavaly szeptemberi parlamenti választásokon. A szavazatok 23,9%-át szerezte meg,
ellenzékbe szorult, és a közvélemény kutatások szerint is sokat vesztett népszerűségéből. Rendi Wagner azt hangoztatta, hogy a párt csak akkor lehet sikeres, ha tagjai csapatként működnek együtt. Három fő céljának a jóléti állam megerősítését, a foglalkoztatás serkentését, valamint az adóterek igazságosabb elosztását jelölte meg. Izraelben hosszú hónapok belpolitikai csatái után szerdától a kormány már nem csak ügyvivő lesz. A parlament ugyanis viszonylag nagy többséggel megszavazta az alkotmány módosítását, amely lehetővé teszi az új egységkormány létrehozását. Az államfő már fel is kérte Benjamin Netanyahut, hogy alakítsa meg a kabinetet. A közös kormányzás lehetővé tevő rotációs törvényekben azonban azt is rögzítették, hogy másfél év múlva mikor kell átadnia a miniszterelnöki széket a centrista kék-fehér párt vezetőjének, Benny Gantznak. Izrael 35. kormánya az eddigi legnépesebb lesz, 36 miniszterből és 16 miniszterhelyettesből áll. Az országban egy éven belül háromszor kellett parlamenti választást tartani, de mindannyiszor patthelyzet alakult ki. Az Egyesült Államok és Kína között minden korábbinál élesebb feszültség alakult ki a koronavírus járvány okai miatt. Washingtonban ugyanis az ázsiai nagyhatalmat okolják a világméretű fertőzésért, amit viszont Pekingben határozottan visszautasítottak. Donald Trump elnök szerint a járvány rosszabb az 1941-es Pearl Harbor támadásnál, vagy a 2001. szeptember 11-i terrorakcióknál. Az amerikaiak meggyőződése, hogy Kínában meg lehetett volna fékezni a vírus terjedését. A pekingi külügyi szóvivő erre azt válaszolta, nincs bizonyíték rá, hogy a vírus Kínából terjedt el, majd hozzátette, könnyű másokat hibáztatni, miközben a saját felelősségükről nem beszélnek Amerikában. Az amerikai elnök közben orvosi berendezéseket ajánlott Oroszországnak a járvány elleni küzdelemhez. Donald Trump telefonon beszélt Vlagyimir Putyinnal. A fasizmus feletti győzelem 75. évfordulója alkalmából köszöntötték egymást. Egyetértettek, hogy mint egykori szövetségesek, korunk problémáinak megoldásában is együttműködhetnek. A héten ez már a második kapcsolatfelvételük volt. Trump ugyanis levelet írt orosz kollégájának, és jó ötletnek nevezte, hogy a biztonsági tanács 5 állandó tagja tartson csúcstalálkozót. Korábban viszont még elutasította Putyin erről szóló kezdeményezését, most azonban fontosnak minősítette, hogy az 5 nukleáris hatalom közösen tegyen a nemzetközi biztonság erősítéséért. Oroszországban a tervek szerint a jövő héttől fokozatosan feloldják a kijárási korlátozásokat. Vlagyimir Putyin utasította a kormányt, hogy terjesszen elő újabb csomagot a vállalkozások és az emberek megsegítésére. Azt mondta, a járvány terjedését ugyan sikerült lelassítani, de még nem tetőzött, és a koronavírus elleni harc nehéz szakaszához érkezett. Az elnök megígérte, hogy a válság elmúltával megrendezik a náci Németország feletti győzelem 75. évfordulójára tervezett katonai szemlét és a veteránoktól megemlékező halhatatlan ezred vonulását. Az évfordulóról tegnap országszerte légiparádékkal és tűzijátékokkal emlékeztek meg. Fehér Oroszországban viszont a fertőzés terjedése ellenére is megtartották a május 9-i katonai díszszemlét. Alekszandr Lukasenka államfő úgy fogalmazott, hogy egyszerűen nem mondhatják le a díszszemlét. Mint mondta, idézem, sokat gondolkodott ezen, de ez egy érzelmi, mélyen ideológiai ügy. Egyúttal közölte, hogy országában sikeresen tartóztatják fel a járványt. A hivatalos adatok szerint Fehér Oroszországban majdnem 20 000-en betegedtek meg, és 100-nál alig többen vesztették életüket. Lukasenka szerint az országban elegendő személyi védőeszköz és gyógyszer van a betegség elleni küzdelemhez. Olaszországban rövidesen ismét lehet miséket tartani, természetesen szigorú egészségügyi intézkedések mellett. Erről írt alá megállapodást a kormány és a püspöki kar.
az olaszországi templomokat március 11-e óta nem kereshetik fel a hívők. Az egyesség alapján minden templomba csak meghatározott számú embert engedhetnek be egyszerre. Biztosítani kell, hogy a jelenlevők között minden irányban legalább másfél méteres távolság legyen, és kötelező a szájmaszk viselése is. A Vatikánban is azt tervezik, hogy a jövő hét végétől újra megnyitják a Szent Péter bazilikát. Az Európai Bizottság elnöke szerint a Nyugat-Balkán az Európai Unióhoz tartozik, és ez nem is kérdőjelezhető meg. Ursula von der Leyen az Unió és a térség országainak videokonferenciás csúcsértekezlete után nyilatkozott. Újra megígérte, hogy folytatni akarják a közösség bővítését, de konkrét időpontot ő sem mondott erre. Az Európai Tanács elnöke nagyra értékelte, hogy a nyugat-balkáni országok folytatják a reformok végrehajtását, amihez segítséget is kilátásba helyezett. Charles Michel különösen fontosnak tartotta, hogy a partneri program résztvevői tiszteletben tartják a jogállamiságot és küzdenek a korrupció ellen. Egyelőre rejtély, milyen hiba történt, Kína e héten felbocsátott kísérleti űrkapszulájának visszatértekor. A China Daily című pártlap mindössze arról számolt be, hogy a kedden felbocsátott űreszköz 19 órás út után szerda délután ért volna földet Észak-Kínában. A visszatérés megkezdésekor le kellett volna válnia a védőburoknak, amely kifordított esernyő alakúvá vált volna, hogy le tudjon lassulni. Az űrkapszulát egy ember szállítása alkalmas űrhajóval lőtték fel, de ezúttal nem volt rajta legénység. Kínában az utóbbi években nagy erővel fejlesztik az űrkutatást, mert fel akarnak zárkózni Oroszországhoz és az Egyesült Államokhoz. A tervek között szerepel egy űrállomás kiépítése, valamint egy Mars misszió is. Itthon újra sűrűbben járnak a balatoni kompok. A vészhelyzet bejelentése óta csak óránként indították őket, ettől a hétvégétől viszont újra 40 percenként viszik az átkelőket Tihany és Szántót között. Sőt, már nem csak az autósokat veszik fel, hanem a motoros, a kerékpáros és a gyalogos utasokat is. Változatlanul érvényes azonban, hogy kötelező a szájmaszk viselése és a másfél méteres távolság tartása az utasoknak. A komp reggel fél hét után indul, és este fél nyolcig közlekedik. Azt is közölték, ha nagy lenne a forgalom, tovább sűrítik az indulást. Ami pedig az időjárást illeti, ma is nyárias meleg lesz. Az ország nagyobb részén napos idő várható, kevés felhővel. Számottevő csapadék nem valószínű, de a szél többfelé megerősödik. A hőmérséklet napközben 24 és 29 fok között alakul, éjszakára is csak 7 és 15 fok közé hűl le. Holnap még tart a nyár, de aztán markáns hidegfront érkezik. És eddig tartott a híradó. További információkat találnak két honlapunkon, a hetitv.com és a breuerpress.com portálon. Továbbra is maradjanak otthon és nézzék a hetitét. Köszönöm figyelmüket!